Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Srácok, hát úgyis Last of Us 2 lázban égek. Remélem tetszett az előző videó, amit a Last of Us 2 védelmében próbáltam felhozni, de most beszélgessünk arról, hogy hát az első rész, spoiler alert, aki nem játszott még a Last of Us sorozattal, amúgy mélyen ajánlom nektek. Spoiler alert, jó? Szóval az első részről beszélünk akkor, amikor Joel megmentette Ellie-t, és szeretném nektek megfordítani egy kicsit. Tudom, hogy talán az volt a játék egyik a sok közül, egyik olyan csúcspontja és érzelmi manipulációs csúcspontja a játéknak, ahol Joel végül úgy döntött, hogy megmenti Ellit. Tekintve azt, hogy te játszol a játékkal, mindez megeshet, hogyha te akaratod ellenére, ezért is téve téged a játék egy érzelmi, hogy is mondjam, csapdába, hogy te lehet feláldoztad volna Ellit, de Joel úgy döntött a játékban, hogy nem áldozza fel Ellit, és megmenti Ellit. E, és ugye végül legyilkol mindenki, De itt vagyok, hogy megmentsem a helyzetet, e, és elmondjam neked, hogy Joel döntése, teljes mértékben korrekt volt. És hogyha arra gondoltok, hogy Joel önző volt esetleg a, az emberiséggel szembe ebben a, ebben a játékban, hogy megmentse Ellie-t, mert a saját szeretete, um, hogy is mondtam, táplálta őt Ellie iránt, és hogy megmentse, még a, hogy is mondjam, tudata ellenére Joel, és annak ellenére, hogy nem volt egy tudományos ürge, hogy így mondjuk, egy tudós, mind annak ellenére is az, hogy megmentette Ellit, valójában megmentette az emberiséget, valójában a Fireflies az istentelenül hülye volt a e, tudományhoz, és egy hatalmas hibát követtek volna el azzal, hogyha Ellit megölték volna. Így Joel ugye a tudva, nem tudva, de a szeretetétől táplálva, és hogy megmentette ellít ez egyik legjobb döntés volt, ami a játékban me megtörténhetett. Na most, miért mondom ezt? Helyezzük egy kicsit az egészet, ezt az egész fertőzést, ezt az egész gombás fertőzést a tudomány alapjaira. Ugye a játékban az derül ki, hogy Elli immunrendszere ellenáll ennek a gombás fertőzés valaminek, ezért ő nem fog tulajdonképpen sohasem átváltozni. És most ugye mi, Joel, a. azért kell kicsempészük Ellie t végig csempészük az országon, hogy elvigyük a Firefly kórházba, hogy ott egy vakcinát készítsenek. Na, ebbe a koncepcióban némi probléma esik. Beszélgessünk egy kicsit a vakcinákról, a gombás fertőzésekről, továbbá a, a vírusokról, és mert az, azok is valahogy ide belejönnek a, a, a dologba. Jó, magam nem vagyok tudós, úgyhogy ha van köztünk egy tudós, lelkületű ember, aki ezt nézi, akkor ö, ott, ahol én nagyon eltérek a dolgoktól, ö, javítson ki. Kérem szépen, szóval a Cordyceps agyi infekció, ami a játéknak ugye az alapja, hogy ezzel vannak megfertőzve ezek az emberek, és változnak át ezekkel a nagyon furcsa, kigombázott emberekké, az nem áll olyan messze a valóságtól, ugyanis a Cordyceps egy gombafajtának az egyik génje. Na most érdekesség ebbe az egészbe, és ezért van, nem áll annyira távol a valóságból, az érdekessége az, hogy például ez a gombafajta fogja és megfertőz, Megfertőzi a hangyákat, manipulálva a hangyát, hogy olyan helyre menjen, ahol ennek a gombának megfelelően e, tápanyag jut és kinőhet, és a magának a hangyának a testéből fejlődik ki. Ez a gomba míg végül e, megeszi a hangyát, és kifejlődik ez a gomba, és akkor ezzel. Ismételve az egész dolgot. Elég durva, nem? Tehát, hogyha belegondolsz, hogy van egy ilyen gomba, aki képes átvenni egy hangja testén az uralmat, vitetni magát, ahol, ahol felnőhet, és közben elfogyasztja ezt a hangját, az azért ez uh, wow. Szóval, ha azt nézzük, hogy esetleg teoretikusan lehetséges volna-e ez. Ki tudja, mit hoz az evolúció jövője a gombáknak, igaz? Na de. És itt jön a fordulat. A gombás fertőzések ellen a vakcina nem jó. A vakcinát ugyanis vírusok ellen fejlesztik. Szóval az ötlet, hogy a Firefly-ok -ok vakcinát készítenek Elliből, az hülyeség ebből a szempontból. Szóval, ugye a vakcina vírusok ellen készül, leginkább, legtöbbször, vagy sok esetben úgy, hogy annak a vírusnak halott és halott vírusokat gyakorlatilag pumpálnak bele az emberi szervezetbe, az emberi szervezet ezt ugye legyőzi, és akkor fel lesz készülve az immunrendszerünk arra, hogy a további, az agresszív, az élő vírust megölje. Vagy legyengítenek egy, egy vírust, és a legyengített változatot győzi le a testünk, és majd a felerősített változata nem lesz gondja. Vagy, ami mostanában történik, például a, a koronavírus sok, is, tehát a Covid-dal is, és a többi koronavírus fajtával igyekeznek egy olyan vakcinát csinálni, ami mindegyik ellen jó lesz. Országa válogatja ki, melyiket szereti. Szóval a vakcinákat többnyire ezért készítünk, viszont a gomba fertőzésekkel az a probléma, hogy körülbelül nincs rá szükség, hogy vakcinát csináljunk rá, mivel hogy kb. sima, egyszerű, gyógyszerekkel is legyőzhető. Sokszor ugye mit csinálunk egy gombás fertőzéssel? Lekenjük, lesprézzük és elmúlik. De teori teoretikusan tegyük fel, hogy készítenének egy vakcinát elliből. És ugye, ugye, az volt a probléma, hogy ez az egész ugye az agyára hat, és ez a műtét közben megölné ellit gyakorlatilag, mert ugye az agyából kell bármit kiszedni. A lényeg az, hogy elli meghalna az emberiségért. Na de, Megölni ellét egy vakcina készítésért egy elég nagy hülyeség lenne, ugyanis tegyük fel, hogy az az ember, aki már legyőzött egy vírust, és tegyük fel ebben az esetben ez a gombás fertőzés egy vírus lenne, tehát a vakcina realisztikusan véve megtörténhetne, megölni azt a pácienst, akinek a szervezete ellenáll ennek a fertőzésnek, igen nagy hülyeség. Miért? Mert hogy leginkább élve van rájuk szükség. Mivel, hogy egy beteg, például a vírusok esetében is, mint ahogy mostanában is van, egy beteg, ugye, hogyha az immunrendszere legyőzi ezeket a vírusokat, ugye, ellenálló anyagot, é. plazmát hoz létre. Na most ezt a plazmát odaadhatjuk, kiextraktálhatjuk, és odaadhatjuk más embereknek, hogy sikeresen győzzék le ők is ezt a fertőzést, szóval megölni ellít és ezzel elvágva a forrást a további plazma előállításhoz eh, ahhoz, hogy több embert meggyógyítsanak, az elég nagy hülyeség lenne Szóval. El lehet azt mondani, hogy a Fireflyok, -ok és egy eh, kicsit kitérve a az kettőre, ugye a tudós űrge, Ebbinek az apja. Eh, elég nagy hülye volt hogy őszinte legyek, vagy hát jó, játékkészítők, de az igazság az, hogy nagyon rosszul közelítették meg a dolgot, nem megölni kellett volna ebbit, hanem gyakorlatilag uh, kivonni a testéből az ellenálló anyagot, ami ezt a gombás vírus fertőzést megállította volna. Egy szó, mint száz hölgyeim és uraim, bár azért létezik valós, vagyis is mondjam, tudományos kísérletezés arra, hogy vakcinát csináljon a gombás fertőzés ellen, de igazából teljes mértékben szükségtelen, mivel hogy sima, egyszerű gyógyszerekkel is jelen pillanatban le tudjuk győzni a különböző gombás fertőzéseket, és ez többnyire azért is köszönhető, mert hogy, vagyis antibiotikum a és többnyire azért köszönhető, mert az emberi testben a gombás, a gombas sejtek gyakorlatilag különállóak, nem fonódnak össze az emberi sejtekkel, mint ahogy egy vírus tenné, hanem különállóak, így a gyógyszerek, amiket Fejlesztünk gombás fertőzés ellen, azok specifikusan képesek a gombás fertőzés, a gombás sejteket gyakorlatilag kiiktatni az emberi testben. Így aztán sokkal könnyebb harcolni egy gombás fertőzés ellen, mint egy vírusos fertőzés ellen. És ugye a Last of us ban egy gombás fertőzésről beszélünk. Szóval Ellie igazából uh, hiába volt mérges Joe erre, hogy megmentette az életét, mivel hogy egyikük se, és a Fireflyok -ok se, és senki nem értett ott a tudományhoz, ilyen szinten, hogy erre rájöjjenek, így az, hogy Elli életben van jelen pillanatban, az emberiség legnagyobb esélye a túlélése, ez a gombás fertőzés ellen. Továbbá elgondolkodtató, hogy a Firefly-ok -ok abban a kórházban, ami úgy nézett ki, ahogy kinézett, hogyan tudtak volna létrehozni egy vakcinát oly steril körülmények között, amilyen steril körülmények között létre kell hozni egy vakcinát, nekem eléggé hihetetlennek tűnik ebből a szempontból. Egyszerűbben járnának, ha csak konkrétan felégetnék Csába az egész városokat, ahova be akarnának költözni, felégetik a rákba az egészet, elég a gomba, elég minden lósz, aztán lehet újra építkezni, Szóval sokkal egyszerűbb és baráti módszerek is lehettek volna arra, hogy egy gombás fertőzés ellen harcoljon az emberiség. Hölgyeim és Uraim, ez lett volna ö, a tudomány és fikció keveredése, elmélet -e és nem elmélet. Ö, teória arról, hogy Joel végül is jól döntött, tudta vagy nem tudta, esetleg majd a Last of Us 3-ban találunk egy olyan tudóst, aki tényleg tudja, hogy mit kell csinálni. Minden esetre ez a játék fantasztikus, amilyen érzelmi manipuláción és hullámvasúton visz minket végig, és egy nagyon jó példánya a történetmesélésnek a videojátékokban, és valami olyasmi, amit felnőttként az ember szívesen játszik, és néz, és szórakoztatja magát egyszerre. Srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, és iratkozz fel, nyom rá csengő jelecskére, ugorj el a csatornára, csekkod rá, Discord szerverünk, van, minden van. Ja, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Óri.